Itt az ideje kipróbálni a befőzőt. Tesztüzem. Nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon finom chili szószt készítettem. Még melegek. Most előmelegítem a vizet olyan 70 fokra, 65-70 fokra, mert kb. Olyan melegek ők is. És aztán majd beleugranak. Kétfajta pöttyjelöléssel van. Az egy pöttyös, az az enyhe. És ez tényleg enyhe. Tehát ezt akár még azok is ehetik, akik annyira nem szeretik a csípőset. Mert tényleg nagyon picit fűszeres, ilyen, mit tudom, ilyen mártogatni, ilyen nachoshoz, vagy mi a tökömhöz, tökéletes lehet. És van a két pöttyös, ami a közepes erősségű. Ez azért már csíp. Tehát ezt már inkább csak azok egyék, akik szeretik a csípőset, de nem észeszejtő. És az a helyzet, hogy a 4 liternyi paradicsom szószból, mire elfőztem, paradicsomból, mire elfőztem a levét, ennyi jött ki. Tehát ez lóhúgy mennyiség, tehát a legerősebbre nem sikerült. Ez konkrétan 13 darab közepes és 10 darab enyhe chili szósz készült, ilyen 106 ml-es edényekbe. Tehát ez 4 kilóból, ez lófing. Úgyhogy most majd még fogunk külön készíteni, mert én úgy terveztem, hogy ebből készítem a gyengét, a közepest, meg az erőst, méghozzá úgy, hogy kiszedem a gyengét, utána a maradékot tovább erősítem, kiszedem a közepest, és a maradékot még tovább erősítem. De hát ez csak a gyengére és a közepesre futotta. Tartalmát tekintve nagy részt ebben ugye van egy paradicsom alap, van benne oregano, rozmaring, nem jut eszembe, mit tettem még bele. Gránátalma ecet, só, bors, természetesen ezek benne vannak. De most fogalmam sincs, mit tettem bele még, de majd oda fogom iratozni, feliratozni a videóra. Szerintem finom. Finom, egy kicsit savanykás, és enyhén sós. Hát a sótartalom az eredeti mennyiséghez képest 3% volt, de elfőztem a 4 literből 6 deci vizet 4 óra főzés árán, úgyhogy majd ki kell számolni, hogy mennyi lett a tényleges sótartalom. Ez majd ennek függvényében dől el. És akkor úgy lesz meg a ténylegesen hány százalékos sótartalom, szerintem mondjuk fölkúszott 4-re. De azért érezni benne a sót, meg egy kicsit savanygás. A pH-ja az gyakorlatilag 4-es pH, 3-9 és 4-1 közötti pH-kat mértem, tehát egy ilyen savanykás. És egyébként orange habanero paprikával lettek felhúzva. Amiben magot még nem sikerült fognom ennyi felárazása után sem, ugyanis nincs bennük mag, meg csökevényes, úgyhogy még nem tudom, hogy honnan fogok fogni orange habanero magot, mert azt akarnék jövőre sokat ültetni, mert jól is termett, meg finom is, hát remélem a többiben lesz mag. Egyébként amit megbontottam, abban mind csökevényes magház volt mag nélkül. Viszont a cucc az ütős. Úgyhogy most be fog ide ugrani a befőző automatába, itt még fog kapni egy hőkezelést. Hát nem 100 fokon, 90 sokon, hiszen légköri nyomáson 100-at nem tudunk csinálni. És akkor ezzel kész. Nagyon-nagyon kevés tartósítószer is került bele, éppen azért, hogy felbontás után se dögöljön meg, mert nagyon fasz a dolog, hogy egy chili szósz hőkezeléssel leáll egy vagy két évig, de a felbontod és egy hét alatt megpenészesedik a hűtőben, az felettébb kellemetlen. Úgyhogy hát ebbe a nagy 4 literbe került 3/10 gram nátrium benzoát, és nem jut eszembe már megint. Kész, teljesen lötty az agyam, kisültem. És majd ideírom azt is, hogy micsoda. Szóval bőven az ajánlott mennyiség alatt vagyunk, de elég lesz ilyen pH mellett, bőségesen elég lesz ilyen minimális tartósító is, és legalább nem fog rátok penészedni a hűtőben. Na, én azt mondom, hogy akkor most ez már azért meleg, úgyhogy elkezdem őket behelyezni. Hú, ez tényleg meleg. Mivel több van a két pöttyösből, ezért azokat rakom alulra, és elsüllyesztjük. Hopp, ez a kicsik edény, ez nem tudja lenyomni,
még ezt a nagy műanyagot, tehát két pöttyel jelöltem a közepes erősségűt. Süllyedés, titanik, vagy valami. Menj le, azaz. Nagyon ügyes vagy. Na jó van, én így megtöltögetem, most úgy egyszerűbb lesz, ha leteszem a telefont. Bepakoltam őket, hát igyekeztem úgy tenni, hogyha lekopna a filc, akkor is tudjam, hogy melyik volt melyik. Kicsit innen egy ilyen atomreaktorra fölülről bepillantva arra emlékeztet a hangulata, csak hiányzik a Csernyekov sugárzás kékes derengése, de Csernyekov, mindig rosszul mondom. Szóval kékes derengése. Na, ha majd meglátjuk, mi lesz belőle. Az a helyzet, hogy ezt már a Körte-Lekvárnál is beszoptuk egy picikét, hogy a Körte-Lekvárt is kivettük így kóstolni, így várni, így kanálba, hogy így hűljön, és így megkóstolni, mert ugye melegen tök más. De az a helyzet, hogy így kanálba is nem hűl ki annyira, mint amikor utána ott van hagyva, és tényleg beáll szobahőmérsékletre, és egész más a történet. A Körte-Lekvárt úgy éreztük, hogy ilyen enyhén csíp. És aztán másnap, amire teljesen kihűlt, gyakorlatilag a Körte-Lekvár nem csíp. Annyi van, hogy egy picikét kiemeli a körte ízt, tehát egyébként finomabb lett a Körte-Lekvár, de a csípősségét nem érezni. És hát a chili szósszal is kb. Így jártunk, ugye csináltunk egy enyhe, meg egy közepes chili szószt, és hát én ma 4 órát főztem. Én, aki reggel óta főzök! Hát én ma 4 órát főztem ezeket a szószokat, tehát azért ez lett rendesen pörgetve, és megkóstolva úgy tűnt, hogy az enyhe, a közepes, ez tényleg olyan közepes. És kihűlt, tehát egy edénybe kihűlt a maradék chili szósz, a közepesből maradt egy kicsi, nem sok, egy 3-4 evőkanálnyival, az benne volt egy edénybe, mit tudom én, egy másfél órája volt kihűlni, és kihűlt, és a közepes lett a gyenge. Úgyhogy a gyenge nem tudom milyen lehet, a gyenge az a harmatos lesz valószínűleg, úgyhogy egyszerűen ezt bele kell kalkulálni, hogy még így kanálban hűtve is sokkal erősebb az ízérzés, mint amikor tényleg szóból hőmérsékletre hűl. Úgyhogy a gyenge chili szószunk az mostantól átneveződik harmatos gyengére, a közepes az átneveződik gyengére, de ez, ez ki van zárva, hogy gyenge lesz, amikor meghűl. Ebben van orange habanero, van benne misi chili, és 2 icike-picike, tényleg picike volt, Carolina Reaper. Ez szerintem, ha kihűl, akkor se lesz annyira gyenge. Igen, az a jó is valami Carolina Reaper fajta. Igen. Szóval, na, az ilyenek csípnie kell. A házban alig lehet megmaradni a chili gőzétől, tehát ez most azért így durván telenyomta a házat. Ingerli az embert köhögésre, úgyhogy ez kihűlve sem lehet gyenge. Könyörgöm, ha ez gyenge kihűlve, akkor a következő chili szósz, amit csinálok, az csak Carolina Reaperből fog állni, mert nem hiszem el. Tegnapi chili főzés margójára még annyit, hogy hát tegnap ugye azért elég sok chilit fölvagdostam. Misi chilivel meg ilyenekkel azt már többször is boncoltam, azzal nem volt ilyen probléma, de most egy kicsit komolyabb chiliket földaraboltam, tényleg szükség van a kesztyűre. Egyébként az ilyen magfogásra próbáltam miközben tegnap a szósz csinálni, magot fogni, hát az a helyzet, hogy ezek a egyébként nagyon szép orincs narancsága habanérókkal, az a nagy büdös helyzet, hogy rengeteg belül problémás. Tehát kívülről gyönyörű szép, és fölvágom, és belül különböző szinten feketeség. Van, ami teljesen fekete, van, ami picikét rohad, de ilyen, tehát a vége felé, amikor már az apróbbak voltak, ott ilyen 5-ből 4 rossz volt. Én úgy látom, hogy a nagyobbakkal nincs talán probléma, az apróbbak azok gyakorlatilag 90%-osan gázosak. És a magfogással is ez a probléma, hogy nem igazán sikerült még ebből az orange habaneroból magot fognom, mert hogy ami fekete, abban általában van mag, de a szemmel láthatólag széje van rohadva.
ami pedig ilyen kicsike, és nem fekete belül, abban konkrétan nincs mag. Vagy esetleg van benne három szem ilyen satnya mag. Tehát több ilyen narancssárga is volt, amit fölvágtam, nem volt rohadt, de egyszerűen nem volt benne mag. Tehát látszik, hogy ami van, az ilyen csökevény. Na mindegy, tehát még nem tudom, hogy honnan lesz. Én abban reménykedem, hogy most az újabb szüret, újabb narancssárgák éltek, ezek talán nem lesznek ilyen rosszak, mert most már ugye nincsenek nagyon poloska lárvák, lehet, hogy azok miatt rohadt szét a belseje, hogy megszúrta a poloska, belefecskendezte az emésztő folyadékát. Mert egyébként úgy tűnik, hogy az erősebbekkel, tehát ami erősebb az oráns habanyérónál, azzal nincs ilyen probléma. Tehát volt az a kis lampion-szerű történet, ami határozottan erősebb nála, az volt, hogy nyomkodtam, hogy puhának tűnik, de nem volt, tehát nem azért volt puha, az ott már túlélet volt. Fölvágtam, egyikkel sem volt probléma. Na de, szóval, hogy tegnap ugye dolgoztam és kesztyű nélkül, és én hiába mostam 28-szor kezet, hát ugye a víz elég nehezen oldja ezt. Este fürdésnél, mikor végigfürdöttem, utána éreztem, hát először is éreztem, hogy ég a kezem. Tehát egy idő után égett a kezem, belül is, kívül is. Ugye vagdostam szét, szedtem szét, vettem ki belőle a magot, mert az erősebbekből próbáltam magot fogni. Tehát így nyúkáltam hozzá kesztyű nélkül, és égett mocskosul a kezem. 28-szor kezet mostam meg minden, és utána este elmentem fürödni, átmosakodtam, és azt éreztem, hogy most már nem csak a kezem ég, hanem a vállam, a hátam, a cerka, minden éget. Kurvára, akkor próbáltam kezet mosni tejbe, hát persze felborult a teljes edény, kifolyt a tej, itt igazi burlesk volt így. Fél kettőtől főztem a csilit, összesen szerintem ilyen 9 órát így, tehát este 9-ig, fél kettőtől 9-ig, utána fürdés meg minden, szóval hulla fáradt voltam, nem volt sok kedvem baszakodni vele, de hát kiömlött a tej, úgyhogy ez a. És akkor még mindezek után még mindig éreztem, hogy ennek csíp a kezem, és azok után, hogy 28-szor kezet mostam, megfürödtem tusfürdőbe, tejjel kezet mostam, újból szappannal kezet mostam, megnyaltam az ujjamat, és lezsibbadt a nyelvem ott, ahol megnyaltam. Úgyhogy szerezni kell ilyen kesztyűket ezekhez a feldolgozásokhoz. Ez a tanulság, most pedig locsolok, mert kókadnak a palánták. Lesz még egyébként, tehát lesz. Itt még érnek narancssárgák. Én remélem, hogy ez egy nagyobb bacska viszonylag, hogy legalább például ebbe lesz mag, vagy ilyenek, tehát tudok magot fogni, de érnek itt még a Carolina Reaper-ök is. Tegnap egy nagyon szép, óriási, kapitális méretű sárga Carolina Reaper-t levettem, azt elviszem apósnak, mert ő nagyon szereti a paprikákat, termeszt is otthon chilit cserébe, de most akkor viszek neki valami igazán keményet, hogy megtudja, mi a magyarok istene.